Van egy hely, ahova mehetek én, mert nem leszek mindig a föld közepén. Isten úgy vár, hogy vele legyek, hol angyalok zengnek a felhők felett. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Így indulok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, mert velem van az én Isten. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, velem van az én Isten. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely. Sokan mondják, hogy ez csak mese, hogy az ember a földről a mennyben menne. Ilyenkor szemeim csak fölnéznek, ezt Jézus ígérte, és neki hiszek. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Így indulok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Ez van az a hely, a mennyei hely. Van az a hely, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Én így dalolok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, velem van az én Istenem. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely. És áll.
ellen ér, az ellenem készült fegyver mind elvész, és újongok majd, és hirdetlen ér, hogy győzelem áll, mert Krisztus bennem ér. Dicsérem én, és dicsérem én, az ellenem készült fegyver mind elvész, és újongok majd, és hirdetlen ér, hogy győzelem áll, mert Krisztus bennem ér.
hálát adsz még az múltnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Miért csükkensz így lelkem? Miért csükkensz én
éjszaka nem tarthat már soká. Érzem az éjszaka nem tarthat már soká. Érzem az éjszaka nem tarthat már soká. Legyetek áldottak, akik itt vagytok, legyen minden jó a részetek, és hadd mondjam azt, hogy a legjobb részt választottátok, úgyhogy nincs ötletem, hogy e fölött milyen jó időtöltés lehetne vasárnap délelőtt, de azokat is köszöntöm szeretettel, akik most távol vagytok, vagy nem tudtok eljönni, vagy a világ túlsó végén vagytok, és valamilyen más időpontba hallgatjátok meg ezt az üzenetet, és kívánom, hogy legyetek áldottak, legyen a javatokra, építsen benneteket, szélesítse azt a perspektívát, amiben látjátok az Isten igazságait, és éljetek egy olyan életet, ami méltó az Istenhez, és ami öröm a számotokra, áldás a környezetetekre, hogy minden jóban legyen részetek. És bárhol vagytok a világon, Dél-Afrikába vagy Ausztráliába, várunk benneteket jövő vasárnap, hogy itt legyetek közöttünk, úgyhogy legyetek áldottak ebbe. Hát nem hiszitek el, mi történt a múlt héten, már megint született egy unokánk. Úgyhogy egy képet hadd mutassak róla. Na, itt van Rácz Elina, a legfontosabb paraméterek, ugye autónál is megvan, hogy hány köbcenti, és
Hány lóerő, na itt ezt grammokba látjuk és centiméterekbe, de hát így néz ki egy baba. És figyeljetek, amikor az ember néz egy ilyen képet, tudjátok, sokszor mi jut eszembe, hogy mindenki így kezdi. És aztán sokszor eltelik néhány évtized, és akkor emberek azon tűnődnek a kocsmába, így támaszkodva, hogy hogy is lett ez az egész. De ez egy nagy lehetőség így kezdeni, úgyhogy Isten áldja meg a babákat, meg a mamákat, meg növekedjenek és legyenek áldottak. Úgyhogy Szilvivel 2-2-re állunk, úgyhogy most megint le vagyok maradva. Úgyhogy, és tudjátok, még mi jutott eszembe, hogy régen sose gondolkoztam azon, hogy valamikor egy nagymamával bújok ágyba, de mivel ennyire ellenállhatatlan, így nincs más lehetőségem, úgyhogy ez az idő is eljött. Na, lehetok, nem ezért jöttem. Na, innen kijönni, ez most jó lesz. Na, úgyhogy hát ez az igazság, meg ez a jogosság is. Sokat gondolkoztam az utóbbi időben ezen a témán. Volt időm, amikor 2:30-ig a Bakonyban lesen ülök, ott mindig jó a wifi, ott nincs semmi leárnyékolás, olyan helyet keresek, ahol még tető sincs a lesen. Úgyhogy azért tartom nagyon fontosnak, hogy erről együtt gondolkodjunk, mert túl sok félreértés van ennek a kapcsán, és ha nincs ez a terület kitisztázva, akkor olyan hamis látások mentén lehet haladni, menni, ami egy idő után egy zsákutcába vezet, és teljesen meghiúsítja a mennyei terveket. És ugye először is el kell fogadnunk azt, hogy minden igazság mennyei eredetű, és ez egy olyan igazság ráadásul, ami egyszerűen nem változik meg. Ez egyébként az egyik legjobb hír, hogy az Isten beszéde az semmilyen körülmények között nem másítódik el. Tehát nem fog rajta az idő, a történelmi korszakok, a gazdasági helyzet, a politika, semmilyen szubjektív dolog nem fog rajta. És ez az egyik legnagyszerűbb dolog egyébként Istenben, hogy nincs ember, aki belepiszkáljon az ő beszédébe, az ő tervébe. Tehát ha innen indulunk ki, akkor látnunk kell azt, hogy ami a földi világunkban, mint igazság, vagy mint törvény megjelenik, az minden pontjában a mennyei üzenetből ered. Csak már egy olyan helyzet alá kerül, ahol van lehetőségünk arra, vagy azoknak, akiknek erre hatalma tekintélye van, hogy ezt megpiszkálják, ezen csavargassanak. Ugye gondoljunk egy nagyon sarkos témára, ami mostanában tudom, hogy a világ minden pontján tologatják a határokat, a milyen szituáció van, milyen helyzethez kéne odaigazítani. Itt van például az abortusznak a kérdése. Ugye értenünk és látnunk kell azt, hogy Isten a teremtéskor az ember kompetenciájába adta azt, hogy ne ő gyúrja az ember tovább a földporából, hanem ezt a biológiai gyúrást, ezt odaadta nekünk, és nem is bánjuk ezt, bevalljuk őszintén, hogy egy jó státuszt kaptunk ezen keresztül. De az viszont nem változott meg, hogy az, hogy élő lényé lesz ez a biológiai lény, az a mai napig az Istennek a munkája. Mert mi csak arra kaptunk felhatalmazást, hogy a nálunk lévő biológiai anyagot képesek vagyunk megfelelő környezetben egyesíteni, de az, hogy ez élőlénnyé válik, és nem egy biológiai massza marad, az az Istennek a munkája. Tehát ebből az következik, hogy a fogantatás pillanatától egy baba az egy teljes jogú személy, és egy teljes személyiség és élőlény, akinek az életével az Istennek terve van, és amit egy együttműködés kapcsán ki tud majd bontani. De ugye nagyon érdekes az, hogy ugye előre haladt az orvostudomány, és ilyen módon az ember kapott annyi látást, bölcsességet, ami egyébként nagyon sok területen fantasztikus áldás az ember életére. Nem legutóbb beszéltem arról, hogy az, hogy most látom az arcotokat, ez ennek a gyümölcse, mert korábban csak úgy a fejeteket láttam,
és most már ez a tudomány hozzá segített az Isten áldásával ahhoz, hogy jól és élesen és tökéletesen lássak, de ezt felhasználta olyan területeken is, hogy mi van akkor, ha beköszönt egy élet egy kapcsolatba, vagy egy kapcsolaton kívüli létbe, és túl kellemetlenné válik. És rájött az orvostudomány, hogy különböző orvosi beavatkozásokat lehet végezni, és akkor ennek időtartamokat, időpontokat határozott meg, nem tudom ennek a szabályozását, hány hetes korban és hogyan, de valójában akár egy művi úton ez az isteni teremtmény eltávolítható a testből, és ilyen módon visszatér a mennybe. De valójában, ha megnézzük ennek az igazságát, akkor az ember számára ezt a fajta igazságszolgáltatás az Isten nem adta át. Tehát övé a föld és annak teljessége, és minden élet az övé, és minden tekintetben ő gondoskodik ennek az életnek a folytatásáról. De az ember alkalmas arra, hogy olyan területekre betegye a kezét meg a lábát, amire nem kapott felhatalmazást, de mivel félretolta az isteni igazságnak a tartalmát, ezért fölhatalmazta önmagát arra, hogy valamilyen módon beavatkozzon kényelmetlen vagy kellemetlen folyamatokba. És ugye mi történik ezáltal? Ha törvény meghatároz egy időtartamot, hogy meddig művi beavatkozás egy kellemetlen esemény, akkor ezt nem vonják a törvény alá, hiszen szabad lehetőség van rá. Ha mondjuk napvilágra jön ez a gyermek, és akkor történik valamilyen erőszakos beavatkozás, akár az anya, vagy apa, vagy a család révén, akkor ugye rögtön belép a törvény, mert azt mondja, hogy hát ezt már innentől nem lehetett volna. De valójában mi történt? Az ember az igazságszolgáltatást a saját kezébe vette. Azt mondta, hogy eddig ezekig a hetekig ez nem probléma, a törvény ebben nem szól bele, támogat téged, innentől probléma, hát ezt azért mégsem kellett volna. De valójában mi történt, hogy a fogantatás pillanatától egy teljes értékű személyiségről van szó, csak hatalmunkban van az, hogy bizonyos időszakokban a folyamatba beavatkozzunk. Na most ezért szeretném, hogyha világosan értenénk és gondolkodnánk arról, hogy alapjában véve azt a mennyi igazságot kell a saját érdekünk és a jogunk érdekében keresni, ami a mennyből származik, hiszen hogyha ehhez igazítjuk hozzá az életünk folyamát, különböző eseményeit, akkor az fog történni, hogy nem adjuk át a jogosultságot az ellenségünknek, amin keresztül viszont hozzá tud nyúlni az életünkhöz. Tehát azért kell erről a két dologról együtt és egy folyamban és egy pályában gondolkodnunk, mert hogyha nem engedjük be az életünkbe az Isten beszédét, annak minden igazságát, és nem igazodunk azokhoz, akkor csak idő kérdése és helyzet kérdése az, hogy milyen mértékben fog káresemény, lopás és átok bejönni az életünkbe. És szeretnék egy igét felolvasni nektek. 50 centin belül még kell szemüveg, de azért legalább élesen látok ezzel is, hogy hogyan is kell szemlélnünk ezt. A 2 Korintus 4.1 így kezdődik. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk mindannyian, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Tehát itt láthatjuk azt, hogy egyrészt mindannyian arra vagyunk elhívva, akik Jézus Krisztust választottuk, és a mennyei atyához kapcsolódtunk, hogy egyrészt az életünket önként és szabad akaratból tegyük rendbe, tisztítsuk meg, állítsunk helyre dolgokat. Ugye nem bonyolult ez, hiszen ha
alapjában véve a szívnek az alázatán múlik. Azon múlik, hogy hajlandó vagyok-e önként arra, és kitenni magamat annak, hogy az Isten igazsága behatoljon az életembe, felülvizsgálja a szokásból jövő dolgaimat, vagy az életemnek a bizonyos területeit, különösen, ha egy felnőttkori újjászületésről, megtérésről van szó, és ebben az alávetettségben, ebben az önkéntes hátratételben, alázatban képes legyek arra, hogy mérlegelve az Istentől kapott értelmem lehetőségén keresztül a dolgaimat, hozzáigazítsam az Istennek a beszédéhez. Tehát ez csak így fog működni. Tehát amikor megtérésről beszélünk, akkor nem arról beszélünk, hogy valaki elmond egy imádságot, bejön ide az Omegába, tudja, hogy kell viselkedni, mik az énekek, és akkor el van minden intézve. A megtérők imáját elmondani, az ráállás a küszöbre, a rajtvonalra. A sportolók ezt biztosan jól értik, ugye ott van egy feszültség, hogy mikor dörren el a pisztoly, ugye Gábor, te ismered ezt az érzést, és akkor megindul a folyamat, és el kell jutni a célig. És ez egy önkéntes folyamat. Egyrészt ez egy nagy tisztesség, hogy az Isten nem olyan szoftvert rakott belénk, mint a többi élőlényből, csak végrehajtunk egy programot a túlélés, a szaporodás, a táplálkozás és a növekedés kapcsán, hanem egy teljes szabadságot ruházott ránk annak kapcsán, hogy elénk tárja az ő igazságait, az ő teljes üzenetét, és azt arra bátorít bennünket, hogy válasszuk ezt. Mert választhatunk mást is. Tehát választhatjuk azt, hogy jó az úgy, ahogy én eddig gondoltam. És ugye sokakkal találkozunk itt a gyülekezetben is, akik megfutották ezeket a köreiket, és hát minden jónak tűnt, csak egy dolog történt, hogy az egész nem lett jó. És akkor azt mondják, hát akkor lehet, hogy van ennél több, mint amit én gondolok. Na ez már egy aránylag jó állapot. És amikor még egy kicsit hajlandó vagy hátrébb jönni, és azt mondani, hogy na akkor nézzük, atyám, hogy te mit gondolsz, és te hogy látod ezt, na akkor indulnak el a jó folyamatok. És valójában a megtérés az erről szól, hogy elkezdem az Isten igazságát bevonni az életemben, önkéntes átvilágításnak kitenni magam, mint a röntgennél, hogy odaállok, és akkor nézzétek meg, van-e bennem valami folt, és akkor, ha van valami szürkeség, vagy valami aggályos dolog, akkor ott elkezdek dolgozni ezen önként és szabad akaratból. Kaptam rá kompetenciát, értelmet, ugye ez a lelkünkben van, az érzelem, értelem és az akarat, és ebből az következik, hogy amikor az értelmem felismeri a problémát, a hiányosságot, beazonosítja azt a sötét foltot, ami ott van, akkor elkezdem az igének a világosságában ezt onnan eltüntetni, behozni azt az örökkévaló igazságot, ami képes arra, hogy átformálja az elmémet és a látásomat, lejusson a szívemig, és az engedelmesség által egy változást, egy megújulást hozzon létre. És akkor ilyen módon sorra tudom venni az életemnek minden területét, különösen amik stratégiai pontok. A kapcsolatomat, milyen ez a horizontális viszonyulás. Ugye ez akkor fog egészségesen és gyakorlati módon működni, hogyha a két személy, aki ugye egy szövetségben működik együtt, elsősorban egymástól függetlenül is a mennyei igazságokból táplálkozik. És akkor egy helyes és világos látásmódon keresztül tud egy egészséges, horizontális kapcsolódást működtetni, és mivel mindkettőnek megvan a mennyei forrása, és az a folyamatos energiatöltés, mint amire egy autóban is egy akkumulátornak szüksége van, hogy ugye azért forgatja a motor a generátort, mert az, amit elektromosan elhasznál az autó a fűtésre, a hűtésre, a világításra, az ablaktörlésre, az ülésmelegítésre, és a többire, azt állandóan utána kell pótolni, hogy egyszer csak ne álljon le. És ha megvan ez a csatorna, akkor ebből a forrásból folyamatosan
tudja egymást táplálni és támogatni ez a két személy. Tehát ez az alapvető képlet. Tehát egyrészt meg kell vizsgálnom ezt, hogy a szívem olyan állapotban van-e Istenben, hogy tudjam venni azt a mennyei csatornán keresztül azt az ellátást, amiből van mit adnom a többieknek, van mit adnom a társaimnak, van mit adnom a házastársamnak. És ugye jól ismerjük azt a képletet, hogy emberek, amikor le vannak vágva erről a forrásról, akkor még ha nem is a szavaikkal mondják, de szinte kiabálnak, hogy adjatok valamit, hadd jussak levegőhöz, bátorítsatok, mondjatok valami jót, dicsérjetek meg. Hát nézzétek, a világnak az a rengeteg kivagyisága, hogy így mondjam, az a magamutogatás, ami mindenféle felületen képes működni. Azok mögött mindez a kiabálás van. Vegyetek észre, létezem, szeressetek, nézzétek meg, milyen vagyok, és csodálkozzatok rajtam. És amikor az Isten ezt betölti, akkor elkezdenek dolgok automatikusan a helyükre kerülni. Mert az identitásom már nem a hajam színébe lesz. Nem a megjelenésemben lesz, hanem az Istennel való kapcsolat megelégít, betölt. És akkor ki tudom mondani azt, hogy hány kört futottam, és végül is ezt kerestem. Tehát ezért döntő az, hogy az életünk minden területét a mennek az igazságával összhangba hozzuk. A kapcsolatok, a kenyérkeresetem. Milyen módon keresem a kenyeremet? Ez egy döntő kérdés. Egy átlag embernek az élete felét letölti, vagy kitölti a kenyérkereset, mert egy anyagi világban élünk. Milyen módon jutok az anyagi forrásaimhoz? Egyrészt legálisak ezek? Másrészt kölcsönös megelégedést szolgálnak? Ez szerintem egy döntő kérdés. Az, amit csinálok, az csak nekem előnyös, nekem jó, vagy áldás azok felé is, akikkel kapcsolódom. És nem akarok megnevezni dolgokat, de valószínűleg, hogy érzékelitek, hogy van olyan jó kenyérkereset is anyagilag, ami komoly károkozással jár a partnerek vagy az együttműködők felé. Tehát ebben is van egy nagyon fontos felelősségem, hogy mindig számon kérhető legyek abban, hogy mit képviselek. Aztán ott van a magánéletem, ott van a gyerekeimmel való bánásmódom, ott van a szabadidőmnek az eltöltése, ott van az egész életvitelem, ott van a bevételeimnek az elköltése. És figyeljetek ide, ahhoz, hogy ez egy jó előmenetelben haladjon, ahhoz minden tekintetben mennyei beavatkozás kell, hogy egy olyan mennyei összhang legyen, hogy bizonyos területek ne könyököljenek ki ebből a folyamatból, ne okozzanak zavart. Mert az a helyzet, hogy ha egy-egy területen van teher, és van nyomás, és van átok, akkor az visszafelé hatni fog a teljes életvitelünkre. És ezért mind-mind mi vagyunk felelősek elsősorban. Isten ezt a kezünkbe adta, adott egy lehetőséget, egy józanságot. Ugye olvassuk a 2 Timóteus 1.7-ben. Nagyon sokszor előkerül ez az ige, mert annyira izgalmas ez a rövid összefoglaló, hogy nem a félelem szellemét kaptuk. Ez az első alapvetés, hogy nem félelemből cselekszünk, hanem az erőnek, amivel meg tudjuk magunkat is zablázni, ha kell. A szeretetnek, ami minden irányba egy pozitív hatás és erőforrás, és a józanságnak a szellemét. Hát hány dolgot lehetett volna még ide tenni? Az erő, a szeretet, a dicsőség, a világosság, a kedvesség, számtalan dolgot. Azt mondja az ige, hogy a józanság szellemét. Mit jelent a józanság? Az, hogy két lábbal állok a földön. Leér a lábam a sárba. De fölfele nézek. És föntről jön az impulzus, és az a folyamatos mennyei csatornán keresztüli áramlása az igazságnak, ami átformálja az életemet. És amikor ez egy folyamatos áramlásban van, ugye sokszor szó van arról is, hogy az életünk valójában az csatornája dolgoknak. Átáramlik rajtunk, gondoljátok végig, megértünk valamit. Csak legyen egy hétköznapi szakmáról szó. Képesek vagyunk átadni valakinek, akit az érdekel, aki szeretne abban növekedni. Megértünk
összefüggéseket az életünkbe, mert tapasztalatot szerzünk. Tudunk vele másokat tanítani, bátorítani, akik kezdők azon a területen. Ez mind-mind egy folyamatos áramlás. Bejön az életünkbe, mert kipróbáltunk valamit. Végigcsináltuk. Sikeres lett. Ha sikertelen lett, még jobb, mert egyszer nyersz, egyszer tanulsz. Akkor megint egy szintlépés van. Ja, így nem szabad. Megszereztem egy valódi tapasztalatot. Továbbadom. Bejönnek anyagi források, mennek rajtunk keresztül tovább, másokat gyarapítanak, helyet csinálnak a következőnek. Tehát az egész életünk egy csatorna. És ugye mi történik egy csatornával, ha a végét ledugaszoljuk? Gondolkoztátok ma azon, hogy valahol az utcába, mondjuk a Szennyvíz csatornába tennének egy reteszt. És akkor a kézmosó jönne föl az, amit lehúztál a vécén. Tehát mindannyian azt várjuk egy csatornától, hogy folyamatos áramlásban legyen. Egyik felén bejön, másik végén kimegy, és közben folyamatosan ellátja a résztvevőket. Na, mi életünk ugyanilyen, hogy amikor lejönnek mennyei igazságok, és azok átformálnak bennünket, mert készé váltunk erre, részt vettünk ebbe, hajlandóak voltunk ezt befogadni, akkor ennek a tapasztalata az másoknak évtizedeket spórolhat meg. Másoknak olyan segítséget jelenthet, amivel hamarabb tudnak működtetni egy szellemi összefüggést, mint ahogy kínkeservel végig járták volna azt az utat egy csomó sebesülés által, vagy sérülés által. Tehát ezért is fontos, hogy itt találkozzunk hétről hétre, mert hogyha van egy jó késed otthon, de egész héten nyiszálsz vele, csak a fenőacélt néha elő kell venni. Mert a végén már fűrész lesz belőle, vagy az egész család támaszkodik a nyelén, hogy vigye át a kenyeret. Tehát, de mégis milyen más az, amikor csak itt tolsz vele egyet, vagy húzol, és készen van az a munka. Tehát valójában a hitünk az a hétköznapokban történik, és annak a működése, de a hétvégéken alkalmas ez a közeg arra, hogy idehozd az elmédet, elhozd a szívedet, az jön veled együtt, nem tud elküldeni, és akkor egy húzás történik, és akkor újra vág a hétköznapokba. Ugye jól ismeritek azt a példát, Abraham Lincoln, aki talán 16.-18. elnöke volt Amerikának, ő egy favágó családból származott, és mivel egy jókötésű fiatalember volt, még azokban az időkben keresett egy kis pénzt azzal, hogy fát vágott egyébként, hasogatott, fűrészelt, tehát ő tudta, hogy miről beszél. És azt mondta, hogy figyeljetek ide, ha van egy órám kivágni egy fát, akkor 50 percig fenem a fejszémet. Mert 10 perc alatt végezni fogok vele. Na erre hív bennünket Isten tulajdonképpen ide vasárnaponként. Hogy ne csapdossunk mindegy kalapáccsal a hétköznapokba. Csak bele sajdulunk, meg elfáradunk. Hanem legyen egy olyan szerszám a szívünkben és az elménkben, amelyik amikor helyzet van, akkor vágni fog. Akkor a dolgok menni fognak. Akkor haladnak. Akkor rendben vannak. Tehát és... Vigyeljetek, én is 33 éve járom ezt az utat. Látok embereket. Látok olyanokat, akik lelkesek, akik azt mondják, szeret az Úr, végre rátaláltam. De fél év múlva valahogy olyan uncsi lesz. Már megint erről beszélnek, megint ugyanazok vannak ott, már megint föl kell kelni. Tehát számtalan ilyen kimagasló indok van. És akkor azt mondják, hogy hát, majd én ezt meghallgatom horgászás közben, vagy majd, ha lesz vala egy kis szabadidőm. És tudjátok, az a helyzet, hogy ez is megy egy rövid ideig, de aztán egyszer csak az egésznek az emléke is eltűnik. És akkor marad egy életlen fejsze, amivel egész héten át megy a panaszkodás, megy a nyűk, hogy hát már megint nem megy, már megint azt se tudom, hogy merre kéne menni, azt se tudom, hogy én hol vagyok, hogy lesz ez az egész, és akkor... Újra kellene kezdeni, újra kéne köszörülni, újra kéne egy látást szerezni. Tehát ne menjetek ki ebből, én csak ezt szeretném javasolni. Én úgy döntöttem 33 évvel ezelőtt, hogy innentől ebbe benne maradok. És tudjátok, mi a helyzet? Semmi nem jött közbe. Nem gördült be akadály, hanem jöttem,
És akkor itt voltam, és akkor kitettem magam annak, hogy az Isten igazsága és világossága az újra értelmezze az én látásmódomat. Hozzon be egy olyan szempontot, amit én addig nem láttam. És tudjátok, mi van cserébe? Jó dolgom van. Ezt nem akarom ecsetelni, mert nincs annyi időm rá, de annál jobb, mint amit elsőre gondoltok. És ez nem azért, én tisztában vagyok azért, hogy nem én okosodtam meg menet közben. Én csak beálltam oda önként, bíztatásra, ahol a helyem van. És az összes többit a menny intézte. Én azt se tudom, hogy. Tehát logikusan, ha megkérdeztek, nem fogom tudni elmagyarázni. Tehát én se értem. Csak látom azt, hogyha így reagálok, akkor így történnek a dolgok. Ha amúgy, akkor meg amúgy. És ha mások amúgy, akkor még amúgyabb. Tehát megéri ott maradni, ahova elhívva vagyunk. És a megtérés ezért döntő, hogy ezt az igazság csomagot, ami a mennyben van, ami semmilyen befolyással nincs arra, hogy most milyen háborús vagy milyen világ méretű helyzet van, és milyen szemlélet a liberális világban, semmi nem nyúl ehhez hozzá. Tehát egy fantasztikus kiváltság az, hogy úgy, ahogy vagy, egyedül, ahol vagy, dönthetsz úgy, hogy ezt az életet működtető igazságot behozod az életedbe, odaigazodsz hozzá, és élsz az áldásaiból. Figyeljetek, e fölött szint nincs a földön. Nincs opció, nem tudsz olyan trükköt, ami e fölé nyúlni fog. Mert lehet, hogy egy-egy területen ki tudsz magasodni, ez nem kétség. Szorgalmas munka meggazdagít. Ha 26 órában dolgozol, akkor biztos, hogy gyarapodni fogsz, csak valószínűleg gyarapszik a szedendő gyógyszerek mennyisége is menet közben. Tehát ezért érdemes arányt tartani, mert az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodás nem lehet erőltetni, azt írja a példabeszédek. Tehát lehet egy-egy területen kimagaslani, de igazán akkor lesz az életed megelégedett, amikor megérted azt, hogy minden fontos területen, ami stratégiailag az életedet végigkíséri, ott egyensúly van, ott integritás van. És el tudsz engedni olyan dolgokat, amikben régen gyomorégést kaptál. És azt mondta, hogy Uram, ez ott van nálad. Amíg én a te királyságoddal foglalkozom, addig te foglalkozol az én vállalkozásommal. A kettő között csak annyi a különbség, hogy te jobban csinálod, mint én. És akkor ebből az lesz, hogy emelkedés jön. Tehát ezért életbe vágó az, hogy az Isten igazságát beengedjük az életünkbe, mert figyeljetek, ez nem bejön. Tehát hiába mondjuk azt, hogy Uram, a te igazságod jöjjön be az én életembe. A helyzet az, hogy a kapukulcs nálunk van. Tehát jönne, de ha be van reteszelve minden, akkor az Isten a szabadságunkat nem fogja felrúgni, mert erre hívott el minket, ő nem fogja ezt megváltoztatni, hogy most már elegem van a bolondságból, jövök az igazságommal. A kulcs, hogy elforduljon a zárba, az nálunk van. Olyan fantasztikus, van egy festmény, az Örgető Jézus ez a címe, és a Jelenések 3:20-ra utal, ugye, ahol az van, hogy ima az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki hallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele vacsorázom, vagy vele leszek közösségbe. És a különlegessége ennek a festménynek az, hogy egy olyan ajtó előtt áll Jézus, ahol csak belül van kilincs. És azt mondja, hogy én zörgetek, te neked meg jogod van kinyitni. És akkor én meg bemegyek. Tehát erről szól az újjászületés, hogy felhatalmazod Jézust arra, amikor sarkig nyitod az ajtót, hogy gyere be, és legyünk közösségbe, vacsorázzunk együtt, csináljuk tovább együtt. És akkor utána jön ez a folyamat, hogy bejönnek a mennyei igazságok, és elkezdik az életedet átformálni. Még egy igét is hoztam nektek, másikat olvastam ugyan föl, Palia, tudod, vetés ki, légy kedves, köszönöm. 2 Timóteus 3:16. A teljes írás Istentől ihletett, tehát egy isteni beszédből származik. Én tudom, hogy ebbe megint bele lehet kötni, mert van egy
Izé-bizének a könyve, meg az is írt egy könyvet, és azt úgy döntöttek, hogy kiveszik belőle, de még találtak kettő olyat. Na most akkor hogy van ez a Biblia? Figyeljetek, az Isten gondoskodott arról, hogy ugyan voltak benne biztosan emberi melléfordítások, egy kicsit elírások, néha nem könnyű értelmezni, de ami tudnunk kell a mennyről és a pokorról, az üdvösségről és az átokról, az mind benne van, úgyhogy nem hiányzik semmi. Tehát ez egy isteni ihletés. Hasznos a tanításra ez a beszéd. A feddésre, ha szükséges, a megjobbításra mindig kell. Az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre fel legyen készítve. Tehát ez az a folyamat, amin ha engedjük, és ha befogadjuk, akkor keresztül megyünk. És amin ha keresztül megyünk, akkor az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített állapotában egy megelégedett, egy virágzó, és egy mennyei üzenetet hordozó élet lesz. Mert azért nézzétek, a világ elé kell kiállnunk az életünkkel. Na most, ha az életünk egy romhalmaz, ha gödörről gödörre járunk, akkor mondod azt, hogy figyelj, gyere velem, olyan jó az Úrral. És azt mondja, figyelj, én boldog vagyok, ha nem vagyok abban a gödörben, amiben te. És nyilván, hogy vannak az életnek olyan időszakai, amikor be kell temetni a gödröket, nem még ásni két ásónyomot. De utána, amikor ezek el vannak egyengetve, akkor van egy nyílt pálya az engedelmesség által, a bizalom által, ami lehet haladni. És ebben az a fantasztikus, hogy mivel Isten a fogantatásodtól ismer téged, és mindent tud rólad, ő pontosan tudja, hogy mi az a pálya, amin megelégedett leszel. Figyeljetek, az egyik legnagyobb dolog a mai korban az, amikor Isten a szívedet hálása és megelégedetté teszi minden körülmény ellenére. Ezt érjétek el, ez a legmagasabb szívállapot. És azt mondja az ige, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. De az a helyzet, hogy megelégedés nincs Isten félelem nélkül, mert akiben nincs Isten félelem, az a Szent Szellem által nem tanítható. Nem tud törődni vele a menny, mert csak az Isten félelem hozza olyan állapotba az embernek a szívét, amikor taníthatóvá válik bármire. És akkor fog ez az ige működni, akkor fog ez ezen a csatornán jönni, hogy ha alkalmas vagy a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, a tökéletes bítésre, ahogy mondja az ige. Ha nyitott erre a szívünk, hogy ez végig menjen ezen. És hogyha valamire Isten azt mondja, hogy figyelj, ez ki kéne kukázni, akkor mondd azt, hogy Uram, akkor vegyük ki, dobjuk ki. Nekem ugyan tetszett ez az elmúlt 40 évben, de ha te mondod, akkor dobjuk. Na, ez egy jó állapot. De lehet erre gyártani alibiket, hogy hát ez már mióta megvan, hogy azért mégiscsak van egy kis haszna. Hát azért már hadd maradjon nekem is valami. Tehát számtalan ilyen erős szempont van, amiből egy is elég lenne. De az a helyzet, hogy ha megérted az igéből, amikor a Szent Szellem a szívedre beszél, hogy ez nem odavaló, akkor nyugodtan engedd el. Mert amíg nem engeded el, annak a helyére nem tud bejönni olyan, ami jobb lenne neked. A helyzet az, hogy minden mennyei igazság, ami az életünket formálni akarja, az nem a mennynek a tetszésére van elsősorban. Te nem azt fogod megélni, hanem a te tetszésedre lesz. Mert azt mondod, hogy hát ez sokkal jobb annál, mint amit én kitaláltam. Hát én ezt nem gondoltam, de így, hogy engedelmeskedtem, hát ez egy szintkülönbség. És hány ember reked bele abba, hogy fogja a dolgait, csak ezt, ne ez az egy marad, csak ezt, és akkor itt fogja hátul, és akkor egyszerűen állnak a dolgok. Isten ráér, hát az övé az örökké valóság. Hát ő nem nézegeti az óráját, hogy... Úgyhogy... Ez a kezünkbe van, ez egy nagy lehetőség, és azért szeretném, ha ezt, én szeretem ezt az igét, én ezt megtanultam, mert ez beszél hozzám, hogy ettől ne tévedjek el, hogy nem más írások fogják jobbá tenni az életemet, hanem az Istennek a beszéde.
És akkor hogy kapcsolódik ehhez a jogosság? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a kettő együtt működik. Az egyik, hiszem, hogy értitek, hogy érdemes választani azt, hogy a mennyei igazságok azok kitisztítsák a szívet, kitisztítsák az elmét. És újra mondom, ez alázat kérdése. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy aki megalázza magát, az föl lesz magasztalva, az föl lesz emelve. Aki fölemeli magát, az meg lesz alázva. Mert ilyen a törvényszerűség. Ez egy mennyei igazság. Lehet, hogy most nem esik jól, ha ezt először hallod, csak gondolkozz rajta. Tehát ezt forgasd magadban. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy azért érdemes azért küzdeni, hogy nagyobb legyek mások szemében. Hát nem tudom. Nyilván legyél a legjobb abban, amit csinálsz, csak ennek ne ez legyen a motivációja, mert akkor nekünk az lesz a vége, hogy akkor jön egy megaláztatás, egy lesüllyedés, és az sokkal kellemetlenebb lesz, mintha te lépsz hátra önként. És azt mondod, hogy Uram, tied az első hely. Én haladok veled, de te mész elől. Ez egy jobb állapot, és ez megint önkéntes. De az a helyzet, hogyha ez az igazság átmossa az életedet, akkor tudsz a helyedre kerülni, akkor fognak a dolgok jól működni. De hogyan kapcsolódik ehhez a jogosság? Ez egy nagyon-nagyon erős kapcsolat, és egy nagyon erős és nagyon penge élő határ, hogy két szellemi erő van, ami az ember fölött működik, és ami a hatalmában tudja keríteni. Tudjuk, hogy az újjászületés előtt, mielőtt Jézus Krisztus vére alá kerültünk, azelőtt az ördög volt az urunk. Ezt mi nem akartuk, nem is tudtunk róla általában, de mivel nincs semleges szellemi zóna, ezért vagy az egyik az úr, vagy a másik az úr. Mi megint csak szabadságból meg tudjuk tenni azt, hogy önként a halálnak az útjáról átlépünk az igazságnak az útjára. Ugye mondja az ige, hogy eléd, Józsué könyvében olvassuk, eléd adtam az életet és a halált, válaszd az életet, hogy élj és éljenek a te utódaid is. Tehát egy választás megint csak, egy önkéntes választás. Egyébként fantasztikus, hogy Isten az ő státuszából ilyen szintű tekintét és pozíciót ad a számunkra. Hogy egyszerűen ajánlásai vannak. Azt mondja, hogy figyelj, nála, én ismerem az életnek az útját, én a teljes pályát tudom. Ezt ide adom eléd, de válaszd. Én arra a szívem repes azért, hogy válaszd ezt. Ne hallj meg, ne menj tönkre, ne áss magad alatt tovább. Válaszd az életet. De nem szól bele. Még fölhasznál eseményeket is. Ugye sokan mondják, hogy miért ver az Isten? És szoktam mondani, hogy figyelj, mi van e mögött? Milyen döntéseket hoztál? Hogy lett ez az egész? Hát így meg így. Mondom, volt az Istennek ehhez köze? Vagy te döntöttél úgy, aminek most szeded a gyümölcseit? És ez nem a szemrehányás, ez inkább a józanítás. Hogy hát üljünk együtt és sírjunk, hogy téged ver az Isten. Közben olyan döntéseket hoztam be, tönkrement az egész család. És az Isten meg mondta volna, hogy ne csináld, ennek nem lesz jó vége. De én tudok egy jobbat. Tehát amikor ebben a szabadságban átjönnek a mennyei igazságok, és ebben látás van, akkor megváltozik a jogosságnak a pozíciója. Miért van a gonosznak joga emberek élete fölött? Leggyakrabban és folyamatosságban. Mert olyan területeken mozognak, amire Isten azt mondta, hogy ne tedd, ne menj kívül a védővonalon. Tehát amikor a mennyei pályán haladni akarsz itt a földön, akkor ott van egy autópálya szélesség. Abban minden megvan. Minden, amire azt mondod, hogy az életem megelégedett, tartalmas és öröm élni. Ebben a sávban megvan, de a sáv mindkét oldalán ott van a lopás, a halál, a tönkremenetel, a pusztulás, a leépülés. Ha most amikor az ember kimászik a korláton, mert van egy jó ötlete, akkor az ördög kap jogot arra, hogy hozzányúljon az életedhez. Tehát az ördög jogi szakértő. Ő a mennyből jött, csak ki lett rúgva onnan. Ő minden összefüggést ismer. Tehát amikor kívül vagy, így dugdosod ki a lábad, azt mondja, gyere, gyere. Mondjuk a mai fiatalok, ma a három kismalac mesét biztos nem
nem is ismeritek? Ki nem ismeri? Igen, ugye, csak a lábam hadd dugjam be. Aztán meg hogy van a kecskegidáknál? Én vagyok az anyukátok. És akkor bevették. Tehát vannak módszerek, de ha már ott ismerkedsz a kerítésnél, akkor azt mondja, hogy gyere, jó lesz ez. És az helyzet, hogy kimentél, azt mondja, na végre vártalak. És nyakon csíp. De miért? Hát mert átlépted a védőzónát. Nem így sikerült, nem ez lett, nem az lett, hogy hát miért érez engem. Hát van egy védővonal. Ha ezt megérted, ha érted az igazságot, ha fedhető vagy, ha jobbítható vagy, akkor bent fogsz maradni örömmel ebben a sávban. Áldás, élet, védelem, gyarapodás, egészség, öröm, szabadság, mit mondjak még, ez mind bent van a sávba. De ha kikandikálsz, akkor jogot adtál az ördögnek arra, hogy hozzányúljon az életedhez. Talán 2 hónapja beszéltem a paráznaságról. Ez pontosan ezzel függ össze. Hát az Úr megbocsátja. Hát persze, de már közben meglettél rugdalva. Közben már szétlett az életed cincálva. Közben már a személyiséged össze lett zavarva. Közben már szereztél olyan szellemi terheket, amikből elég utána kimosakodni. És az csak kegyelem, ha vissza tudtál jönni, és föl tudtál épülni. Tehát amikor Isten arról beszél, hogy ne tedd, amikor ezt olvasod a 10 parancsolatban, akkor nem azért mondja, mert ő tud valami jót, és azt mondja, hogy hát te csak ott a porba el leszel enélkül. Hanem azért mondja, hogy figyelj, ne csináld, mert árt neked. Ne menj oda, mert kárt fogsz szenvedni. Ne menj azon kívül, mert összetöröd magad. Egy ajánlás, szabad akarathoz való ajánlás. Tehát a jogosság arról szól, hogy amíg bent vagy a védővonalban, addig jogod van a mennyei áldásokra. Ez egy elképesztő dolog. Tehát én, amiről az előbb beszéltem, nem véletlenül mondtam. Én teljesen tisztában vagyok azzal, hogy az az élet, amit élhetek, az nem attól lett, hogy én megokosodtam menet közbe. Én nem iratkoztam be sehova, nem jártam egyetemre, nem végeztem iskolákat. Tanulmányoztam az Isten igét, és elkezdtem bedolgozni az életembe. De minden benne van ebben a sávban, ami az örömödre és a javadra és a fölemelkedésedre lesz. Ne menj ki káreseményért. Itt van jogod áldást nyerni, és ez egy óriási dolog. Mert a teljes mennyei muníció le tud jönni az életedre. De amint kívül mész a védővonalon, az ellenséget kap jogot, ő kap jogot az életedre. Mert ő pontosan tudja, hogy egy olyan térfélem vagy, ahol már hozzányúlhat az életedhez. Ha olvassátok az ószövetségi történeteket, akkor rengeteg helyen olvassuk azt, hogy a győzelemhez kellett az isteni kijelentés, kellett az igéhez való ragaszkodás. És amikor csak annyi történt, hogy a zsákbányból egy kicsit elvettek, egy kicsit elásták, jó lesz a nehezebb napokra, vesztett az egész sereg. Mert a térfélen, a védővonalon kívül hozzá lehetett nyúlni a folyamatokhoz. Megtörténtek a beavatkozások. Tehát amikor a jogosságról beszélünk az igazság mellett, akkor azt kell szem előtt tartanunk, hogy milyen életet élünk önként ahhoz, hogy jogunk legyen a mennyei áldásra, jogunk legyen a védelemre, jogunk legyen az előmenetelre. Épp a napokban a Szilvivel beszélgettünk arról, így elém jött ez a kép, hogy elképzelhetetlen az, hogy mit jelent a mennyei védelem csak azáltal, ha az Úrban vagy. Hogy mi is, ahogy gondolkodunk az életünkről, hogy amióta nekiláttunk, összefogtunk, és igyekszünk az Isten beszéde szerint tenni, semmilyen káresemény nem történt az életünkbe. Semmi. Nem csaptak be emberek, kifizették, amivel tartoztak, nem ért minket baleset, időjárási terhek, karambolok, sorolhatnánk, semmi. De valószínűleg számtalan dologba lett volna részünk, ha nem vagyunk benne ebbe a mennyei áramlásba, ebbe a védelembe. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy nem mindig látjuk azt át, hogy mi az, ami el van hárítva, hogy milyen nyilak lettek megakadályozva, hogy milyen káresemények lettek kivédve.
hanem egyszerűen a csomagnak a része az, hogy élhetünk ebben a védelemben. És még így is történhetnek benézések, félrenézések, támadások, de mégsem azon a szinten, mint hogyha kibejárunk az engedelmesség és az engedetlenségnek a pályáján. Tehát ezért döntő kérdés az, hogy milyen életet élünk, mert személyesen vagyunk ezért felelősek. Tehát személyesen hozunk akarati döntést minden helyzetben. Személyesen vagyunk számon kérhetőek abban, hogy merre felé haladtak az események. Ha nincs mennyei látás, ha nincs isteni világosság, akkor vajon mi alapján megyünk? A korszellem szerint? Nézzétek meg, mi történik tőlünk nyugatabbra. Kijelentések történnek, amik pusztulás felé visznek nemzeteket, világot, és elkezdenek oda mellé állni. Hát ha ez az ember mondta, biztos jó, mi is ezt mondjuk. Vagy bármiről beszélhetnénk, hogy a korszellem hogy mossa át az embereknek az elmét, hogy hát figyeljetek, a kereszténység az már egy ilyen elég régi letűn dolog, ez már ilyen konzervatívoknak való. Hát mi modernek vagyunk, mi új perspektívából látjuk az életet. És közben dőlnek össze társadalmak, családok, emberi életek, és az a káresemény sorozat, az már nincs közvetítve, azt már nem látják. Csak amíg hangzatos kijelentések történnek, és ezek nincsenek az Isten igében és igazságaiban megmérve, hogy ez egy isteni akarattal egy irányba mutat, jó lesz ez? Hosszú távon áldás jön ebből? Vagy terhek jönnek? Ha ez nem történik meg, az ember bármire képes. Egyszerűen elpusztítja önmagát pillanatok alatt. Úgy, hogy észre se veszi. És ez nyilván alacsonyabb szinten idézőjelben a mi személyes életünkben is megtörténhet, mert szabadságunk van rá, de megtörténik sajnos, amikor olyan emberek hoznak döntéseket, akiknek a szavával súly jár együtt, és komoly cselekvés nemzetek életét dönthetik le a porban. Tehát nem mindegy, hogy ez az igazság átjárja az életünket, vagy tőlünk függetlenül szalad. És ugye az ige mondja szintén, hogy az Isten bolondsága tartja meg az embereket, és az emberi okosság meg, ami elpusztítja az ember életét. Tehát nem mindegy, hogy mire nézünk, és ezért mondom, hogy elsősorban nem a trendeken kell, hogy legyen a figyelmünk. És nem azokból kell, hogy a döntő visszajelzéseket vegyük, hanem a mennyei igazságból, ami az egész életünket átformálja. És végezetül szeretnék még bátorításként nektek egy igerészt fölolvasni, ha még ez mostanában nem olvastátok volna. Ez meg beragadt a zsebembe, de majd meg lesz. Azt mondja, hogy 5 Mózes 28, sokaknak lesz talán ismerős, ennek a jobbik részét fogom felolvasni, jó? Tessék? Igen. Aki ellenáll ennek a beszédnek, az olvassa el a folytatást otthon. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, termőfölded gyümölcse, és állataid ivadéka, teheneid ellése, és juhaid szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. Áldott leszel jártodban, keltedben. Verességgel sújtja az Úr ellenségeidet, ha rád támadnak. Egy úton vonulnak föl ellened, de 7 úton menekülnek előled. Áldás bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Az Úr a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek az Úrnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz. A föld valamennyi népe látni fogja, hogy az Úr nevéről neveznek és félnek tőled. Bővölködővé tesz téged az Úr méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és földet termésében, azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáidnak, hogy neked adja.
Megnyitja az Úr gazdag kincses házát, az eget, és idejében ad esőt földedre, és megáldja kezed minden munkáját. Te kölcsön adsz a többi népnek, de te nem szorulsz kölcsönre. Elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá. Mindig fölül leszel, és nem alul. Ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat, és ha nem térsz el sem jobbra, sem balra azoktól az igéktől, amelyeket ma megparancsolok neked, nem jársz más istenek után, és nem szolgálsz azoknak. Ez az első 14 vers. A folytatást, ha szeretnél nyugtalanul aludni, olvasd el otthon. Az a helyzet, hogy ennél nincs több, ami megszerezhető. Úgyhogy legyetek ebben áldottak, legyetek józanok, hozzatok jó döntést, és hozzátok be annak a jó gyümölcsét elsősorban az életetek minőségével ebbe a gyülekezetbe, hogy itt mindig folyamatosan emelkedés legyen. Úgyhogy kérlek, hogy álljatok föl, szeretnék erre a folyamatra áldást mondani, hogy aztán minden jól haladjon tovább. Úgyhogy mennyei atyám, köszönjük neked elsősorban azt, hogy te egy változhatatlan mennyei gondviselő Isten vagy. És köszönjük, hogy amit te kijelentettél, az nem változott meg sem korral, sem idővel. És atyám, köszönjük azt a tisztességet, hogy mi átvehetjük ezt, hogy mi részesei lehetünk ennek, hogy te nem vonultál vissza, nem rejtőztél el, hanem ma is ugyanaz vagy, mint minden korban és időben, és gyönyörködsz abban, amikor azok, akik téged választanak, fölemelkednek, és hordozzák a te dicsőségedet. Úgyhogy, atyám, köszönjük, hogy erre ma is van lehetőség. És, atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében most áldást szólunk, áldást jelentünk ki minden hallgatóra. Uram, hogy a választásnak a bölcs részét hozzák, amikor, ha kell, önmagukkal szemben hoznak döntést, amikor, ha kell, akkor bármilyen élethelyzetet, körülményt, gondolkodásmódot hajlandóak megváltoztatni a te igazságod és világosságodnak a fényében. És köszönjük azt a jó előmenetet, köszönjük azt a védősávot, amiben haladhatunk, és köszönjük, hogy itt mindent elkészítettél a számunkra, amitől egy megelégedett, örömteli és téged dicsőítő, hálás életet tudunk élni. Úgyhogy köszönjük ezt a tisztességet, köszönjük ezt a lehetőséget, és neked adunk mindenért dicsőséget, mert ez a te jó munkád, a te jó terved és a te kifogyhatatlan forrásod. Úgyhogy köszönjük ezt az alkalmat, és köszönjük, hogy ma van a hátralévő életünk első napja, és tudunk változtatni bármin, amin kell. Úgyhogy dicsőség neked ezért az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Legyetek áldottak, minden jóba legyen részetek. Remélem, hogy ez az üzenet áldás volt számodra. További bátorításokért iratkozz fel az Omega Budapest YouTube csatornájára. Kövess minket élőben minden vasárnap 15:30-tól a YouTube-on, vagy 16:00-tól az Omega Budapest Facebook oldalán. De bátorítunk, hogy ne csak nézd, hanem gyere el személyesen is Isten tiszteleteinkre, vasárnap 10-től vagy 18:00-tól. Szeretettel látunk a többi Omega gyülekezetünkben is, az országon belül és határon túl. Légy áldott mindenben!